Jó napot kívánok, Sterbik Árpád vagyok, a Veszprémi kézilabda csapattól. Örülök, hogy meghosszabbította a bérletét. Halló? Itt vagyok, csak annyira meglepődtem a bejelentéssel, hogy nem jutottam szóhoz. Én ért ez a megtiszteltetés, hogy felhívja magát. És mondom, hogy csak gratuláljak, hogy meghosszabbította ismét a bérletét. Mióta vagy bérletes, ha szabad kérdezni? Hú, hát még azóta, mióta még az iskolában volt a... Március 15-ben? Igen, ott voltak a mérkőzések, és akkor még tehát a kapuban. Na, hát akkor... És most újra tehát a kapuban. Hát figyelj, akkor... Akkor te vagy egyik legnagyobb hívője itten a szurkolótábornak szerintem. Jó rég volt, nem most volt, mi? Hát nem ma volt. Ja. Szuper. Hát igyekezni fogunk, hogy visszacsináljuk a dolgokat. Hát figyelj, meglássuk. Csak pozitív. Én meg az esélyt, hogy újra sikerül. Megvettem újra a Final Four-ra jegyet, úgyhogy jó lenne, hogyha... Jó lenne, ha nem kellene elcserélni. Hát nem szerintem, akkor is kimentem, de francia döntőre nem voltam annyira kíváncsi, de a bizalom az megvan. Ja, az idén, az utolsó Final Four-on sok veszprémi szurkoló volt, csak... Csak soknak Vardar mezt kellett intéznem azóta volt. Nem csodálom. milyen fene, hát meglássuk. Az a baj, hogy évről évre egyre nehezebb kijutni, hát most is látod, hogy... Látom. Hogy mi a helyzet, hogy itt most de mindenki erős. Most már mezőn, hogy mindenki erős volt, így van. Már annyira nyomászokon múlik, hogy... Ki gondolt, Montpellier, meg Nantra, meg... Nagyok sokan nem tettek volna rá sok pénzt, de ilyen a sport, hát... Mindenki ez, ha itt a mai világban ez már ilyen, hogy itt mindenki akar. De mit csinálj. Milyen a hangulat a csapatban? Minden oké. Minden oké, csináljuk. Hát most egy kis vérfrissítés. Akár mondhatnánk, hogy fiatalítás, ha engem kiveszünk az új játékosok közül, de minden oké. Hát csináljuk meg minden, aztán a mesternek is már olyan irányba halad a játékos állománya, amilyen irányt ő akart, meg minden, úgyhogy hát jó, most mennyire 10 nap jegyzünk kb., úgyhogy amit én látok, pozitív, aztán meglássuk ugye, hogy ennek a Sehának nem is tudom, hogy örüljek-e vagy ne, hogy nem játsszuk, de lett volna benne pozitív dolog is, de igen, negatív de is. Meg lett volna a negatív része is, mint ahogy abban volt, amikor játszottunk meg, mert tehát ezt így előre nem lehet tudni, tudod, ez igen. Akkor derült ki. Próbálja az erős, ahogy szokták mondani. Ja, hát a meccsek azok jók, de az utazás minden az megfárasztó lett volna. Fárasztó, igen. Meglássuk. Úgyhogy igyekszünk, dolgozunk, és aztán június 1-én aláhúzzuk, hogy pozitív volt az év, vagy negatív. Így van. Na mindegy, ha van. Mi ott leszünk szurkolunk. Szuper. Megadunk minden támogatást, amit kell. Szükségünk hozzá. Múliba bőves vagyok, hallottam. Ne hülyes. De tényleg. Igyekszünk, aztán meglássuk, hogy ha beleadunk mindent, akkor akármi is lesz, hát nyugodt lelkiismerettel. Nyugodt lelkiismerettel zárod. Így van. Hát, ki lehet kapni, nem azzal nincsen soha semmi probléma. Én azt gondolom, aki sportolt, az pontosan tudja, hogy el lehet veszíteni mérkőzést, lehet rossz napja, de az ember megpróbál beletenni mindent, akkor jó, hát nem tudja rögtön le a pályára, hogy megtettem minden is, ennyi volt magát. Hát így van, aztán meglássuk. Oké. Hallott, kösz szépen a beszélgetést, megyek már edzésem meg, van. Megkérdezett, hogy téged dobott a gép. Na, köszi, hello. Hello. Szia. Hello.